Aki figyelemmel kíséri ezt a csatornát, az tudhatja, hogy én igyekszem más szemszögből és perspektívából bemutatni a dolgokat, nem csak azért, hogy különböző legyen, hanem azért, mert ez az igazság. Az igazság soha nem lesz olyan, amit mindenki tud, vagy egy nagy csoport ember tud. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az igazság mindig is valami olyasmi lesz, ami rejtve marad a legtöbb ember elméje elől. Úgy alakították ki ezt a világot azok, akik uralják, irányítják az ellenség segítségével, hogy a leghihetetlenebb dolgok a valóság. Ezért én nem csodálkozom azon, hogy a legtöbb ember nem érti meg, hiszen nem is tudja megérteni. Gyermekkorától kezdve mindenki be van programozva arra, hogy egy bizonyos dolgot gondoljon és próbáljon megfelelni a csoportnak, és úgy éljen, ahogyan azt azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, Akarják. A valóság mindig az ellentéte annak, amit nekünk mondan, hiszen így van legtávolabb a kettő egymástól, a feketének a fehér, ahogy fent, úgy lent. Ez a világ az ellentétek által van uralva, és az emberek elméjét így tudják a lehető legtávolabb vezetni az igazságtól és a valóságtól. Kezdetektől fogva arról beszélek, hogy azok, akik vezetik ezt a világot és az emberiséget azt akarják, hogy az történjen, ami történik. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Azok, akik uralják és irányítják a világot, mindvégig manipulálták és manipulálják az embereket. Természetes, hogy a tudatlanság az, ami ezt lehetővé teszi. Én nem azt mondom, hogy az emberek ostobák, feltétlenül. Azt mondom hogy az információ hiánya, illetve az, hogy nem ismerik a valóságot, ez a fajta tudatlanság. Ha valaki nem ismeri a valóságot, ami az igazság körülötte, és ami mögötte van, akkor nem tudja a cselekedeteit és az életét vezérelni racionálisan. Ez az, amiről beszél egyébként 444.hu, mikor azt mondja, hogy ezek már nem olyan tüntetések, amilyeneket megszoktunk. Mivel már az emberiség átkerült az igazságnak a másik oldalára, amit hisznek az emberek, az a száz százalékban hazugság, ezért nem olyanok a tüntetések, hiszen az emberek elmét annyira átjárja a hazugság, és ezek a tév információk, hogy nem tudnak racionálisan viselkedni és gondolkodni. Ezért más az emberek viselkedése. Ez az, amit néhányan érzünk, és rengetegen nem. A legtöbb ember soha nem fogja ezt megérteni. A probléma az, hogy a programozás annyira mély és annyira teljes körű. Olyan messze kerültünk a valóságtól, hogy szinte lehetetlen visszahúzni az embereket. Ez az, amivel nap mint nap szembe találjuk magunkat. Azok, akik próbáljuk felébreszteni az embertársainkat, és látjuk, hogy nem értik azt, amiről szó van. Nem érthetik. Nem érthetik, hiszen a programozás túlságosan teljes körű volt és száz százalékban eldeformálta az embereknek az elméjét. Ha valaki tud olvasni a sorok között, az láthatja, hogy ez egy manipuláció. Azt mondják, hogy szerdán egy kaotikus parlamenti nap hevítette fel a kedélyeket, az ellenzék egy sor parlamenti tabut áthágva tiltakozott a túlóra törvény és a külön bírságok megszavazása ellen, és ez a házon belüli bahé egy az egyben folytatódott a kosút téren. Erről beszéltem az előbb, ezt mondom el, ez van leírva. Manipulálják az embereket, és az emberek követik a vezetőket úgy, mint a birkák, mert így vannak programozva. Itt van az új fordulat, a tüntetők jelentős része már sokkal dühösebb, sokkal kevésbé elégszik meg a békés sétálással, mint korábban a rendőrök, pedig úgy kezdtek el könygázazni, ahogy már évek óta ne. Érthető, hogy miről van szó. Az egész így van manipulálva a rendőrök viselkedése, a tüntetők viselkedése és az országgyűlési képviselők viselkedése. Szépen az egészet megkoreografálták előre. Nem kell mindenkinek benne lenni, ezt is elmagyaráztam már százszor. Elég, ha az tudja, aki vezeti az egészet és irányítja. Pontosan ez a helyzet a világban most. A legtöbb ember, én nekem az a meggyőződésem, hogy őszintén azt gondolja, hogy egy jobb világért harcol, és amit csinál, az hasznos és pozitív az emberiség szempontjából. Ezért mondom, hogy a tudatlanság probléma. Nem arról a fajta tudatlanságról beszélek, hogy valaki nem ismeri a matematikát, vagy a fizikát, vagy mit tudom én mit. Az is probléma persze, de ez nem az a tudatlanság, amiről én beszélek. Amit én mondok, az az, hogy valaki nem ismeri a valóságot, azt, ami körülveszi, a realitást, a valóságot, amiben él, ezt nem ismeri. Egy ilyen ember, hogy is tudhatna, viselkedni normálisan. Képzelj el mindenki, hogy megvannak egy játéknak a szabályai, és ha valaki azt nem ismeri, akkor nem fogja tudni játszani ezt a játékot. Van még egy érdekesség, az pedig az, hogy a legtöbb ember azt gondolja, hogy ismeri a valóságot, sőt, a legtöbben azt hiszik, hogy ők mások, mint a többiek. Az a probléma, hogy nem, hogy mások lennének, mint a többiek, van mindennek egy határa is, azon belül az emberek mások, de a legtöbben felszínes dolgokat választanak annak érdekében, hogy megkülönböztessék magukat a többiektől. Tulajdonképpen ugyanolyanok, csak egy megadott kereten belül különböznek. Csak addig tér el mindenki, ameddig a hatalom, azok az emberek, akik uralják és irányítják ezt a világot, lehetővé tették számukra. Persze, hogy a tüntetők sokkal dühösebbek, hiszen az élet maga olyan irányba halad, hogy felgyülemlik a frusztráció az emberekben, emellett természetesen mindaz, amit az emberek esznek, isznak, a levegő, amit belélegzünk, mind azok a hullámok, frekvenciák, amik körülvesznek minket, manipulálják az ember agyát. Többek közt erre való az az új rendszer, amit telepítenek országszerte de világszerte, amit úgy hívnak, hogy 5G. Erről már beszéltem korábban, most nem fogok belemenni, de a 4G, a korábbi verzió, illetve a jelenlegi, az 2,5 GHz, azaz 2,5 millió Hz. Úgy értem a hullámoknak a frekvenciája, az új rendszer, viszont 100 GHz, azaz 100 millió Hz, ami 40-szer annyi. Néhány érdekesség erről, hogy többek között bőrpírt vagy bőrégést okoznak, befolyásolják a termékenységet és az agyi tevékenységet is. Van egy másik probléma, az pedig az, hogy ezek a hullámok nem utaznak olyan messzire, ezért gyakrabban, illetve sűrűbben kell az adóvevő állomásokat felállítani, ezért jelenik meg annyi. Most már érti mindenki, hogy miért mondják azt, hogy a tiltakozás és összecsapások csütörtökön pontosan ebben a szellemben folytatódtak? Nagyon sokszor volt már szó erről, hogy elmondják, mert tudják, hogy már mindegy, mert tudják, hogy az emberek nem képesek megérteni, és nem is akarják megérteni. Elmondják, hogy ebben a szellemben folytatódtak. Azért, mert tudják, hogy egyfajta szellemiség, egy spirituális erő hozzá tartozik ezekhez a megmozdulásokhoz. Ezért van az, hogy a tüntetők egy része már dühösebb a rendőrök se új reagálnak, meg mindenki sokkal jobban fel van hergelve azért, mert egy szellemiség hozzá tartozik ehhez a viselkedéshez, illetve a hazugsághoz és a tudatlansághoz. Ezért mondom, hogy nem szabad részt venni ebben. Ez egy, egy spirituális erő, ami mozog ilyenkor az emberek között. Nem csak itt, mindenhol, ahol élünk. De hagyj mutassak valamit, mert rengeteg kérdés érkezik ezzel kapcsolatban, ezek pedig a megváltó szavai természetesen Máté 24-21-ből, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mindez ideig és nem is lesz soha. És ha azok a napok nem rövidítetnének meg, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Ez az az időszak, amiben élünk. Ez az, ami a szemünk láttára folyik. Ez a nagy nyomorúságnak a kezdete az, amire 2000 évvel ezelőtt figyelmeztettek az írások. Azért mondja, hogy egyetlen test sem maradna életbe, mert én tudom, hogy az emberek nem értik, én tisztában vagyok bele, de gondoljon bele mindenki, ha így folytatódik az élelmiszer, a víz, a levegő, a föld, az élővilág pusztítása, ehhez adjuk hozzá mindazt a technológiai fertőzést, ami körülvesz minket a különböző frekvenciákkal, hullámokkal, sugárzásokkal, Mennyi ideig bírnánk még? A cél nem a hatalom, vagy az ellenőrzés, vagy a pénz, vagy a gazdagság. A cél az emberiség eltörlése a földről. Ezért lenne fontos, hogy az emberek megértsék, hogy az írások üzenete nélkül nem lehet a világban boldogulni. Ez lesz az, ami a különbséget jelenti azok közt, akik értik, és azok közt, akik nem. A tudatlanság alapja ez, hogy az emberek a világ felé fordultak, és elfordultak az igazságtól, a valóságtól. 2000 évvel ezelőtt elmondta, hogy mi az, amire számítani lehet. Azért, hogy tudjuk, hogy ez az igazság, hiszen ki az, aki meg tudja mondani a jövőt. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Ez az, ami ma történik a világban, de még ez nem itt a vég. Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek éjségek, döghalálok, földindulások mindenfelé. Nézzük meg az éjséget, több mint 70 millió ember halt meg éjség, éjjénység következtében a 20. században. Kína, Szovjetunió, India, Banglades, Afrikában állandósult 1960 óta. Mindeközben Amerikában a hivatalos adatok szerint minden harmadik ember túlsúlyos. Az emberek kétharmada túlsúlyos vagy elhízott, és az emberek egyharmada elhízott. Gyerekek és a fiatal korúak között ez egy a hatból, ami 2 és 19 éves korúak között. Minden hatodik gyerek 2-től 19 éves korig elhízott. Úgyhogy közben elismerik azt, hogy ők azok, akik ezt az egész problémát okozzák. A háborúkkal, a gazdasági szankciókkal és azzal általánosságában, ahogyan a diplomácia működik. Mindeközben a káosz az tagadhatatlan világszerte. November 11-én 9 óra 30-kor egyébként egy titokzatos földrengést észleltek világszerte, ami az egész világon végighaladt. Az Egyesült Királyságban egy földrengéssel foglalkozó magazin arról írt, hogy nincsen semmiféle ötletük arra nézve, hogy valaha is ilyen természetű dolog történt volna. A Kolumbia Egyetem szeizmológusa azt mondta, hogy úgy gondolom, hogy soha ilyet még nem láttunk ezelőtt. Mint egy húsz percig folytatódtak ezek a rengések világszerte. A műszerek érzékelték ezt egyébként Zambián, Kenyán, Etiópián át egészen Chile, Új-Zéland, Kanada, majd Hawaii partjaiig 11 ezer mérfölddel távolabb. Ha már a döghaláról van szó, akkor ilyen képet biztosan mindenki látott, ezek egyébként bálnák, de ez világszerte mindenhol folyamatos az elmúlt időszakban és az elmúlt néhány évben vagy az utóbbi évtizedben. Egy cikk a sok közül, november 30. 2018 Új-Zéland partjainál ezek a bálnák partra kerültek és elpusztultak. 145 bálna egyébként. A feljegyzések alapján egyébként mindemellett az elmúlt négy év volt a legmelegebb. Erről is volt már szó korábban, hogy a klímaváltozás az egy valós dolog. Sőt, én azzal is egyetértek, hogy az emberek tevékenysége az, ami ezt okozza. A lényegi különbség szerintem az, hogy ez egy szándékos folyamat, és a technológia segítségével azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, előidézik ezeket a problémákat. Nem csak a, a felmelegedést, hanem az összes földrengést, az állatok pusztulását és minden mást, amit látunk. De nem is kellene, hogy ez újdonságként hason, hiszen le van írva, hogy nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, nem is lesz, és ha azok a napok nem rövidítetnének meg, egyetlen ember sem menekülne meg. Márk egyébként jobban fogalmaz a 13-as fejezetben azt mondja, hogy ha Jahua meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg. Emberi test természetesen, de egyébként bármi, ami élő lény. Ki írtanak bennünket gyakorlatilag ez a helyzet? Ez például Malawi második legnagyobb tava kiszárad. Ez az a hely, ahol valaha egy tó volt, így a halászok természetesen munkanélkül maradnak, és az egész közösség élelem nélkül. Nagyszerű lenne tehát, ha megértené mindenki, hogy ezek a folyamatok szándékos manipulálásnak a részei és a technológia segítségével ez lehetővé vált számunkra. A tavak eltűnése egyébként világszerte egy jelenség, amivel az embereknek szembe kell nézniük, nem csak Afrikában. Ha valaki követi az eseményeket, akkor azt tudja, hogy Amerikában gyakorlatilag minden naposak az árvizek, a tornádó, a hurikán, de egyébként világszerte a tájfun és az egyéb Szélsőséges időjárási jelensége. Biztos vagyok benne, hogy mindenki hallott már a tűzvészekről, amik tombolnak Amerika és világszerte. Ők maguk figyelmeztetnek minket arra, ami következik. Azt mondják, hogy a klímaváltozás hatása és maga a jelenség egyre intenzívebbé fog válni az elkövetkezendő időszakban. Figyelmeztetik az amerikaiakat arra és az egész világot, azokat, akik értik, hogy mi az, amiről szó van

Than, than Térünk vissza a tüntetéshez egy kicsit a parlamentnél, aztán mágnesként vonzotta a rendőrsorfal a tüntetőket. Persze, hogy vonzott őket, az emberek így vannak programozva. Elszabadult ez a szellemiség a világon. Az ellenállás, a lázadás, ez a fajta tudatlanság lehetővé teszi azoknak, akik uralják és irányítják ezt a világot, hogy manipulálják a tömegeket úgy, ahogyan ők azt akarják hogy indokolta felállni ilyen erővel a lépcsőkön, tökéletes célpontként magukra húzva a tüntetők indulatait, vagy lehetett volna hagyni, hogy az épület lépcsőjére felmenjenek az addig békésen viselkedő tüntetők, azt mostanra lehetetlen eldönteni. Nem kell nekem elmagyarázni, hiszen le van írva, csak az a baj, hogy az emberek nem tudnak értelmezni, most már azt sem tudják értelmezni, ami le van írva, nem kell a sorok között olvasni, le van írva. Ennek ellenére nem világos a legtöbb embernek, hogy mi az, ami történik. A helyzet az, és ez egy szomorú tény, de ez a valóság, hogy az emberek úgy ugrálnak, ahogyan azok, akik irányítják és uralják ezt a világot, fütyülnek. De nézzük tovább, a Kossuth téren a rendőrsorfal, a felsorakozók döntő többsége fiatal volt, de ezen belül kifejezetten vegyes volt a kép. Voltak olyan antifasiszták is, akiknek kinézete már emlékeztetett a nyugati antifákra is. Antifa egyébként egy szélső baloldali liberális szervezkedés, aminek az egyetlen célja az, hogy ezeket a tüntetéseket még agresszívabbá tegye és a balhét tulajdonképpen elindítsa és folytassa. A jellemzője ez, amit most lát mindenki a képernyőn. Persze, hogy megjelent itt Magyarországon is, hiszen ez az egész így van irányítva. Egy cél érdekében együtt dolgoznak a kormányok azért, hogy megvalósítsák azt, ami hosszú évszázadok óta a terv. Már volt erről szó, de bemutatom még egyszer. Figyeljen mindenki arra, hogy mi az, amit George Bush mond. Mert bár ez egy 1991-es beszéd, azóta az egész csak sokkal súlyosabb le. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge. A new objective, a new world order can emerge. A new era, a new world order can emerge, a new era. A new world order can emerge, a new era. Azt mondja, hogy ezekből a kaotikus időkből, és ezek után egy új világrend tud felemelkedni, egy új korszak tud kezdődni. De erről nem csak egyszer beszélt véletlenül, folyamatosan erről volt szó. We have a real chance at this new world order. An order in which a credible United Nations chance at this new world order. An order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Az Egyesült Nemzetek Alapítóinak ígéretét fogják most valóra váltani. 1991-ben hangzottak el azok a szavak, azóta folyamatosan csak romlik a helyzet, és láthatjuk azt, hogy minden szinten romlik a helyzet, és ennél csak rosszabbra lehet számítani. Ha visszanézünk a történelembe, láthatjuk, hogy ez a törekvés mindig is megvolt, hogy a világot egyesítsék. Ez az, amin dolgoznak, ez az, amin dolgoztak. Úgyhogy persze, hogy ugyanez van Magyarországon is, hiszen azok, akik irányítják ezt az egészet, ugyanazok. Sokan voltak azok a 20 éves ránézése jó létben élő tüntetők, akiket leginkább a netadós vagy a CEUS tüntetéseken lehetett látni eddig, akik eddig valószínűleg inkább internetes mémekben, mint a fizikai valóságban konfrontálódtak a rohamrendőrökkel. Most viszont már ők is sokkal dühösebbek voltak. Természetes, hogy azok voltak, hiszen az internet segítségével fel lehet korbácsolni az indulatokat, és úgy lehet vezetni az embereket, ahogyan egy pásztor vezeti a birkákat. Sok tüntető fel volt készülve a könyvgázra, és védő szemüvegben jelent meg. Ezek a magyar képek, amik most itt láthatók a képernyőn, ugyanez a helyzet az Amerikai Egyesült Államokban. Világszerte ez a helyzet. Ezek a sajnos súlyos tudatlanságban élő emberek egyébként pont az ellenkezőjét érik el annak, amit szeretnének. Ők is egy új világot akarnak, amiben szabadság lesz, csak semmiféle elképzelősük nincs arról, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. El fog jönni az új világrend, amiről George Bush beszélt. What is it stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, a new world order. A new world order. Ez egy görög plakát, ahol szintén az Antifáról beszélnek, ugyanarról az Antifáról, ami az Amerikai Egyesült Államokból indult, és most már Magyarországon is erről beszélnek. Hogy lehetséges az, hogy néhány hónapon belül mindenhol ugyanaz a helyzet, sőt nem néhány hónapon belül, hanem néhány napon belül? Ezért veszélyes az, amit az ember néz, illetve nyomon követ az interneten. Nincsen tisztában ezzel a legtöbb ember, de amit írtak azzal kapcsolatban, hogy másfajta szellemben mennek az emberek az utcára, arról beszéltek, hogy másfajta szellemiségben. Egyfajta spirituális erő uralkodik az embereken, mikor jelen vannak a tömegben. Ezért mondják azt, hogy ó, az ember megváltozik a tömegben. Persze, hogy megváltozik a tömegben, hiszen jelen van egy szellemiség, egy spirituális erő az ami uralkodik ezen a tömegen, és az hatással van az egyén viselkedésére. Nem lehet ez alól kikerülni. Ezért javaslom azt az embereknek, hogy ne is menjenek oda. A rendszert nem lehet megváltoztatni, úgyhogy fölösleges az utcára vonulni. Már jobban járna mindenki, ha saját magával foglalkozna. Nagyjából az történt, ugye arról beszélnek, hogy a rendőrök most úgy lépnek fel, ahogyan akár Nyugat-Európában hasonló helyzetben. Közben az Orbán ellentüntetők sem elégednek meg azzal, amivel eddig és a rendőrök álltak előttük, rajtuk töltötték ki a rendszerrel szemben érzett dühüket. Én nagyon remélem, hogy egyre több embernek világos az, amit mondok. Tudom, hogy ez egy más perspektíva és egy más hozzáállás, de próbálja meg megérteni mindenki azt, hogy az, ami áramlik a médiából, az egy hazugság, és az csak a manipulációt segíti el. Szándékosan felkorbácsolják az indulatokat a rendszer ellen. Azt akarják, hogy az emberek tudjanak bizonyos dolgokat az igazságból, és az utcára menjenek, és tüntessenek, és legyen harc. Hiszen a káosz az, amiből egy új rend fog születni. Ezért lejátszom még egyszer, hogy mi az, amit 91-ben George Bush mondott. Ezekből a kaotikus időkből. Az ötödik célkitűzésünk egy új világrend keletkezhet és alakulhat ki. Érthető most már mindenkinek, hogy mikor azt mondom, hogy a szimbólumok azok, amiket vigyelni kellene mindenkinek, a jelek, a számok, a nevek, mert ez az, ahogy kommunikálnak. A filmek, a zenék, az előadások, ezek azok, amik elmondják a valóságot számunkra. És amire azt gondoljuk, hogy az a valóság, az a fantázia, úgy, mint a tudomány, az oktatás, vagy pedig a média és a hírek. Ez egy 83-as borítója a The Economist című magazinnak, ahol egy főnix látható, ahogy az összes pénz elég, és abból kialakul a főnix, és itt van a pénz érme 2018 10 főnix. A pénz neve itt ugye 10 főnix, és arról írnak, hogy felkészülni a világvalutára. Remélem, érthetőbb most már így mindenki számára, hogy miért is történnek ezek a dolgok a világban. Így van alakítva a valóság. A valóság egy álomvilág, egy manipulációnak az eredménye, ezért olvashatunk erről mindenhol. Végelemezhetnénk az összes cikket, ugyanerre a következtetésre kellene, hogy jussunk. A technológia lehetővé teszi azt, hogy az emberiséget úgy vezessék, mint egy birkanyája. A technológia minden téren. Manipulálják az időjárást, az élelmiszeripart, a vizet, a levegőt, a távközlést, a tudományt, az oktatást, a médiát, a híreket, a szórakoztatóipart, mindent annak érdekében, hogy a káoszból azután egy új világrend emelkedjen ki. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat hallója és shalom!